feleségem is egyből megragadott, a feleségem szépsége is, és a völgység szépsége is, mert ő utána jöttem ide Bonyhádra, de azóta se bántam meg, szívesen élek itt ebbe a kisvárosban. Álljál oda, úgy fejedet lehajtod, és csak a szertár felőli jobb kezeddel. Egy hétköznapi úszásoktatáson látogattuk meg Gulyás Péter Boros Dezső Díjas testnevelő tanár edzőt, aki a napokban vehette át Budapesten a tanév legeredményesebb diákolimpia testnevelője díjat. A napi rutinok és a napi hajtások közben mindig jól esik egy pillanatra megállni és visszaemlékezni. Ugye ez a két alkalom is erre adott lehetőséget, hogy az ember csinálja, hajtja verseny után, és ilyenkor megáll egy gondolatra, hogy tulajdonképpen miért is. És elvégeztem egy ilyen számvetést magamban, hogy mennyi mindent csináltam. Hát a számok maguk is beszélnek, ugye az úszást az A kategóriára, a versenysportra osztották 2004-ben a Magyar Diáksportszövetség, és a B kategóriára az amatőr úszókra. És ebben a két kategóriában az elmúlt 30 év alatt 9 A kategóriás dobogós helyezést értünk el, és a B kategóriában pedig többször is összeszámoltam, 61-szer álltak a tanítványaim a dobogó valamely fokán, és a röplabdában is utána néztem, hogy főleg ott amatőr szinten csináltuk eddig, tehát ez egy ilyen iskolai kis diáksportegyesület. Az amatőr sportban első, második, harmadik helyet is szereztünk, míg nem tavaly, illetve most hetedikesek ezek a lányok, a röplabdások, és amikor másodikosok voltak, olyan öntudattal jelentkeztek röplabdázni, hogy rögtön fölfigyeltem a tehetségükre, és nem elszórtan van egy-egy tehetség, hanem ez egy korosztályt illetően volt ez a lelkesedés, ami találkozott egy szorgalommal és egy olyan szülői gárdával, akik ezt támogatták, ezt a röplabdasportot. És az 5-6 év alatt olyan bravúros sikereket értünk el ezekkel a lányokkal, hogy amire tavaly tudtuk föltenni a pontot, olyan egyesületeket a korosztályos bajnokságon, amit Szegeden rendeztek, és a Budapesti Röplabda Akadémia mögött, meg a Nyíregyházi Röplabda Akadémia mögött, ezek a lányok a Vasast, ugye a Vasas sem egy kis név, bármelyik sportágat is említjük, a Vasas lányait vertük meg, és így lettünk a korosztályban az országosan a legjobb harmadikak. Ezt a lányok tovább tudták tetézni, illetve közösen a szülőkkel együtt, mert egy ilyen sporteredményhez a szülői háttér nagyon fontos, hogy az országos elődöntőn házigazdaként fogadtuk a Kaposvári, szintén nagy betűvel mondom, hogy a Kaposvári Röplabda Akadémiát, és 0-2-ről fordítottunk meg, 3-2-re nyert a Széchenyi István Általános Iskola csapata. Nagyon nagy buzdítás volt, szinte az egész iskola itt volt lent szurkolni nekünk, és ezzel az elsőséggel kiérdemeltük azt, hogy Bonyhádon először országos döntőn, 8-as döntőn vegyen részt egy röplabda csapat. És a lányok elhivatottságát, felkészültségét, rátermettségét bizonyítja, hogy negyedikek tudtunk lenni a 8 fős erős mezőnyben, és ha még azt is elmondom, hogy a Nyíregyházáról két iskola lőtt, és ők lettek az első kettő, és a Békés Csaba lett a harmadik, úgyhogy a legeredményesebb Bonyhád harmadik városként mi lettünk a negyedikek. De az, aki jártas a sportágban, az tudja, hogy a Nyíregyháza és a Békés Csaba az milyen fellegvára a magyar röplabdasportnak, így az utánpótlás képzésnek, és ezek mögött, a csapatok mögött tudtunk mi a negyedikek lenni, úgyhogy minden elismerésem most is a lányoké és a szülőké. Gulyás Péterrel stílusosan a rajtkövön ülve beszélgetünk, bár a pedagógus szakmai pályáját inkább a célba érések jellemzik, amik persze nem valósulhatnának meg az új kihívások megugrásával. Mi most a kezdetekig megyünk vissza a tanár úrral.
Miskolcon születtem, és ott is jártam a középiskolát is, és utána kerültem el Budapestre a testnevelési egyetemre, és onnan már egy év kihagyással, egy évre visszamentem Miskolcra dolgozni, de utána 89-től már itt dolgozom az uszodában. Pont akkor, amikor áprilisában, 89 áprilisában átadták az uszodát, akkor én itt tudtam kezdeni a katonaság után. Februárban szereltem, és áprilisban itt kezdtem az első tanévemet a uszodában. Friss pályakezdő pedagógusként az én feladatom volt az, hogy itt az iskolai úszásoktatást megszervezzem, órarendjét kialakítsam. Későbbiekben a Bősze István igazgató úrral indítottunk egy úszó osztályt, és annak a felvételi rendszerét, a osztályzás rendszerét, a tanmenetét, azt mind én dolgoztam ki, és az én feladatom volt ezt megszervezni. Illetve amikor ide érkeztem, akkor a Percelmór DSE-hez csatlakoztam, ahol labdarúgás és kosárlabda csoportok működtek, és adódott a lehetőség, hogy akkor egy Percelmór DSE úszó csoportot is nyissunk. A sport magánemberként sem hiányozhat a testnevelő edző életéből, hiszen egy igazi pedagógus saját tetteivel mutat példát. Nagyon sok órám van, úgyhogy a héten minden vagy hétkor fejezem be itt az edzést, vagy 7:30-kor, és utána, hát most otthoni sportolásra adtam a fejem, most ugye rossz idő van, otthon van egy elliptikus gépem. Meglepő módon a vendégek meglepetésére otthon úgy van kiképezve a házunk, hogy egy mászó kötelet le tudok lógatni, és a feleségem is, én is, most már 2 hónapja rendszeresen mászunk kötelet, hogy valahogy erőnlétbe tartsuk magunkat. És hát tavasszal akkor a kerékpározás jön. És hogy mit is kívánhatunk Gulyás Péternek a két nívus elismerés és a szakmai sikerek kapcsán? Sok tehetséges tanítványt. Én úgy gondolom, hogy az mindig jól jön. Egészséget, jó egészséget, és ahogy érzem magamon, türelmet.